Melegebb volt az idei tél, sokkal több darázs királynő élte túl az évszakot. Ennek következtében rengeteg egyet tudta elindítani a szaporulatát is. Hamar beköszöntött a hőség idén, és az asszályos időszak is kedvezett nekik. Hát a darazsak ellen, amikor már a fészek felépül vagy épülőben van, nagyon jól alkalmazhatóak a gazdaboltokban kapható lakossági darázsirtószerek. Tehát ezek az aeroszolok sprék, ezek 4-5 méter távolságra is elképesek fújni, és olyan hatóanyagban bennük, amik szinte azonnal, mintha lefagyasztanák a darazsokat, szóval azonnal lepottyannak, nem fognak tudni minket megtámadni. De ezeket a spréket a legjobb akkor alkalmazni, amikor kora reggel vagy esti időszakban vagyunk, amikor az összes darázs a fészekben van, és ezek mindenképpen csak ezek a nyílt, nyitott fészkekre alkalmasak jók. És azokon a helyeken, ahol esetleg rejtett fészek van, szigetelés mögé, ragaljába, olyan helyekre, ahol nem látszik a fészek, oda fészkelték be maguk a darazsok, oda már nem alkalmasak ezek a sprék, nem fújnak be olyan mélyre. Ha ilyen fészekre lelünk, és az olyan helyen van, ami számunkra különösen zavaró, akkor érdemes szakembert hívni. Ne tömjék be semmiképpen ezt a lukat, mert az a szakember munkáját is nehezíteni fogja, mert ezen a lukon keresztül, az a kijárati, bejárati csatornán keresztül fogja tudni bejutatni azt a speciális írtószert, ami a darazsokat elpusztítja a fészek mélyén is. De mondom, elsőnek mindenképpen, ha elcsípjük, érdemesebb a házi módszerekkel jóval, de jóval olcsóbb. Egy ilyen darázspré néhány ezer forintba kerül csak, és nyílt fészekekre nagyon jól működik, és nagyon jól alkalmas. Dr. Schranz Robert háziorvost kérdeztük a csípés veszélyességéről. Tudjuk, hogy többfajta darázs van, van kicsi nagy lódarázs, ilyen darázs, olyan. Mindegyikre másképp reagál az emberi szervezet. Nyilván egy nagyobb rovar által, nagyobb mennyiségben bevitt anyag hatására sokkal keményebb és erősebb reakciók jöhetnek létre. Az ember a kétféle módon válaszolhat, vannak azonnali típusú reakciók, és vannak késői típusú allergiás reakciók, amelyek ilyen a darázscsípésekre jelentkeznek. Egyéni, tehát egyéntől függ, hogy hogyan reagálunk erre. Aki már korábban találkozott darázscsípéssel, és nem jól reagált a szervezete, azaz allergiás módon reagált rá, annak egy kicsit jobban kell tartani, annak fel kell készülnie arra, hogy legközelebb ilyen csípés jön, akkor bizony egy komolyabb probléma jöhet. Aki allergiás, annak érdemes beszerezni egy olyan eszközt, amivel az azonnali típusú reakciót ki lehet védeni. Ilyen készítmény az EpiPen. A késői típusúnál a csípés helyén gyulladás és duzzanat lép fel. A fájdalom jelentkezik, és ezt tudjuk oly módon kezelni, hogy borogatjuk, kenőcsöt rakunk rá, illetve gyógyszeres kezeléssel, allergiai gyógyszeres kezelést adunk a betegnek. Akit tömegesen támadnak meg ezek az állatok, az akár életveszélyes állapotba is kerülhet, meglévő allergia nélkül. Így nagyon fontos, hogy óvatosan bánjunk a darázsfészkekkel.